Sziasztok! Nagyon bízunk benne, hogy amikor látjátok már ezt a videót, akkor elmondhatjuk, hogy zsinórban a harmadik alkalommal is kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó válogatott, és már csak ezért is érdemes akkor visszatekinteni arra, hogy a jelenlegi szövetségi kapitány irányítása alatt melyek voltak azok a legfontosabb, legemlékezetesebb pillanatok, amelyek formálták ennek a válogatottnak a történetét. Igazából, de mindjárt elmondják a srácok, hogy miképpen gondolkoztak ezzel a témával kapcsolatban. Én olyan dolgokat próbáltam összeszedni itt ehhez a mai listához, amelyek inkább tényleg a válogatott épülésével, meg a renoméjának az emelkedésével kapcsolatban voltak meghatározó momentumok, és ebből a szempontból is fontos kijelenteni, hogy itt most nem fogunk igazából sorrendet állítani, hanem kicsit, mint amikor az évelején hozzuk nektek a bátor tippjeinket. Posztunk fejenként 3-3 dolgot, amelyek szerintünk fontosak, meghatározóak voltak rossz időszak alatt a válogatottban, meg majd lesz a végén egy közös pillanatunk is. Nagyon meglepő dolgokat szerintem azért nem fogunk mondani. Igazából én gondolkoztam ilyen emocionális dolgokban is, meg olyanokban is, amik tulajdonképpen meghatározzák a mai válogatottnak a működését, struktúráját, taktikáját, és hogy ez mennyire érdekes, mert pont tegnap csináltunk Krisztoffal egy videótékát, amire a még 50 perc című dokusorozatot emeltük ki, és hogy már ott is érződött a szintlépés, mondjuk Stork és Egervári között. És szerintem nagyon érződik Stork és Marco Rossi között is ez a szintlépés, meg nyilván Dárdai Pált is nyugodtan ide vehetjük, és hogy ezeknek vannak szerintem ilyen szimbolikus pillanatai, amikor megjelentek akár a pályán, akár a pályán kívül, és szerintem nagyon jó momentumok lettek ebből így kiszedve, amik azért hát körbeírják, meg jól megmutatják ezeket a stációkat. Meg szerintem lesz egy csomó dolog, amit mi kihagytunk, és szerintem ez egy nagyon jó helyzet, amikor egy a legemlékezetesebb pillanatokról van szó, és én azt mondom, hogy nekem van olyan pillanat, ami nem feltétlenül pozitív kicsengés. Uh-huh. Az adott pillanatban az nem volt pozitív, hosszú távon azért szerintem a hatása az mindenképpen annak mondható, de amik meghatározták a válogatott szereplését, és igen, egy csomó olyan pillanatunk volt, akár itt az előző nemzetek ligája sorozatban, gyakorlatilag majd, hogy nem mindent ki lehetne emelni, de ahogy változott a válogatott játéka, valóban nagyon sok olyan momentum volt, ami ezeket meghatározta, úgyhogy volt bőven miből válogatni, és ez egy nagyon-nagyon jó hír arra vonatkozó, hogy most éppen hol tartunk. Így van, és ez is mutatja azt, hogy valóban milyen szintre jutott a magyar válogatott. Kezdjem akkor itt az emlékeknek a felidézését, és nekem az első dolog, amit hoztam ehhez a mai videóhoz, az Schäfer András gólja a németek elleni EB mérkőzésen. Már csak azért is, mert egy dolog, hogy ugye ismét vezetés szerzett ezzel a góllal a magyar válogatott azon a találkozón, de a magyar válogatott története, amit nekem volt szerencsém már így gyerekfejjel is megélni, az nem arról szólt, hogy ha mondjuk az ellenfél gólt szerezni, azonnal tudtunk erre válaszolni, pláne nem egy ilyen szintű ellenféllel szemben, pláne nem egy ilyen fontos mérkőzésen, mint volt az a találkozó az EB csoportkör végén, hanem általában pont fordítva, rengeteg ilyen sztorink volt, vagy amikor a magyar válogatott ugye az utolsó percekben kapott gólt és bukott el fontos lehetőségeket fontos mérkőzéseken, és ezért is egy nagyon szívet melengető dolog ez a számomra, de szerintem mindenki számára gyakorlatilag emlékszünk, hogy tulajdonképpen éppen visszaértünk az élő képre, amikor Schäfer végigvitte azt az akciót. Tegyük hozzá, hogy ebben a pillanatban, mikor befejelte azt a gólt Schäfer Andris, továbbjutásra állt a halálcsoportból a magyar válogatott. Én emlékszem, hogy sípszótára készültünk, ültem a kanapén, és annyira megőrültem, annyira örültem, tehát hogy egyszerre ordítoztam, egy kicsit kicsordult a könnyem, és ingben, szép ruhában beugrottam a kerti medencébe. Tehát, hogy elmebeteg dolgot csináltam. Kedves feleségem biztos nagyon örült neki. Nyilván azt mondta, hogy tök hülye vagyok, de szerintem ez ebben a pillanatban egy tök normális reakciónak tűnt. Kicsit korainak bizonyult ugye végül is sok szempontból. Az emóció szintjét azt megértem, a racionalitás rész azért hiányzott egy kicsit. Jó, de tényleg az, hogy van egy olyan halálcsoport, amikor kapsz egy Portugáliát, egy Franciaországot, egy Németországot, és mindenki úgy számol, hogy jó, ezeket mindenki le fogja majd pofozni, és majd nyilván az a három csapat egymás között lepofozza a továbbjutást, és valószínűleg mind a három tovább is fog jutni. Igen. Jön egy olyan meccs, ugye, amiről majd fogunk beszélni, meg jön ez a mérkőzés, amikor tényleg az van, hogy sikerül fölállni egy egyenlítésből pillanatokon belül, és a meccs végén vagy szinte továbbjutási esélyeid vannak ebből a pozícióból, hát szerintem az döbbenetesen fantasztikus egyébként. És én pontosan ezért hoztam ezt a pillanatot, mert lesz még itt ilyen az enyémek között is, meg sok ilyen pillanat van igazából azok közül, amiket összeszedtünk, hogy ez a magyar válogatott nagyon sokszor cáfolta meg azokat a konvenciókat, amiket megszoktunk velük kapcsolatban az utóbbi évtizedekben, és ez is egy ilyen pillanat volt. Igen, nyilván Schäfernek a gólja az ennek az egésznek a beteljesülése, és emocionálisan az mozgatja meg legjobban az embereket. Nekem ebből a mérkőzésből az
az volt nagyon feltűnő, hogy a magyar válogatott tényleg akár Németország ellen is mennyire szervezetten és azonből mennyire eredményesen is tud játszani. Amikor írtuk az Olvasd a játékot könyvet, akkor én erről a mérkőzésről mindenképpen akartam írni a játékrendszer kapcsán, amit a magyar csapat játszott, és akkor utána olvasgattam, akkor ugye minden egyes ilyen világesemény után megjelenik az ott szövetségnek, vagy az UEFA-nak főleg a technikai jelentése. És például ez a mérkőzés, ez külön kiemelésre került, hogy a magyar válogatott mennyire jól tudta megvalósítani a saját játékát Németország ellen, és hogy az, hogy nem csak jól játszottunk, de mondjuk egy ilyen pillanat is társul mellé, az meg egy elképesztő bónusz szerintem. No, de akkor folytassuk egy újabb EB góllal, mert egy Dávid is egy ilyen találatot hozott nekünk. Igen, én ugye Fiala Attila gólját és gólörmét, és azt az egész bohózatot hoztam igazából. Szalajedi szívról igen, igen, a Franciaország ellen, vagy a franciák elleni ugye hazai rendezésű EB meccsen, és ez egy lehetetlen szituáció volt. Mert hogy mi az, amit nem vársz Fiala Attilától, hogy majd szépen megveri Pavart, befelé húz, és ver egy akkora gólt, amit élete góljának nyugodtan el lehet nevezni, bár még nincs vége a karrierjének. És ugye, de szerintem. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ez élete gólja. És ugye, tehát hogy nézett ki akkora magyar csapat, hogy a Portugália ellen játszott az első mérkőzést, ahol úgy nagyjából a 80. percig tök korrekt játékot hozott a magyar csapat, de végén nagyon csúnyán kikapott 3-0-ra. És akkor azt gondoltuk, hogy hát igen, ide kevesek vagyunk. És ugye jön ez a pillanat, ami szerintem egy gyönyörűen megkomponált akció volt, és ez megtörténik, hát ez az, amit tényleg nem vársz. Tehát ezt nem hiszem, hogy statisztikai számmal ki lehetett mutatni, hogy majd ez meg fog történni, és mégiscsak megtörtént, és azt érzed közben, hogy ez mégsem szerencse. Ez mégsem csak a szerencse, hanem ez egy tudatos támadásépítés, egy tudatos befejezés, és utána az a gólöröm, szerintem az örök életében megmarad mindenkinek az a vizekkel, az asztallal és Fiala Attila gólörömével. Szerintem ez a kulcs, hogy ez nem egy véletlennek a szüleménye volt. Én arról a mérkőzésről írtam egy elemzést annak idején, és ezt most visszaolvastam erre a műsorra készül, és pont azt már akkor kiemeltem, hogy ezekkel a szélső bontásokkal hogyan tudtuk a franciákat megzavarni, ők ebben a nagyon szűk 4-3-3-as alakzatban védekeztek, és azzal, hogy a támadósorban a szélső védők ellen folyamatosan létszámfényeket tudtunk kialakítani, az nagyon-nagyon fontos volt, és hát Fiala Attila volt ennek egyébként a nagy haszonélvezője annál a bizonyos gólnál, és tényleg maga a képsora, hogy meg vagy Fiala Attila rávezeti. Bújoris kapujára a labdát, tehát nem az, hogy oda keveredik, hanem rávezeti, és tényleg ilyen legjobb csatárokat megszégyenítő módon utána elrakja mellette a labdát. Azért, de azt is tegyük hozzá, pontosan azért, mert ugye Fiala Attila tulajdonképpen félmeddig kényszerből játszott a bal oldalon, jobblábas játékosként. Ebből fakadóan viszont ebben a helyzetben tulajdonképpen tükörszárnyvédőként, ugye a jobbik lábával vezethette rá és lühette el, aztán a végén ezért sem nagyon számított Lloris arra, ami következni fog, mert nem hiszem, hogy nagyon benne volt az ő fejében, hogy basszus kulcs a baloldali szárnyvédő pozíciójából egy jobblábas játékos jön felé. Ugye az Európa bajnokságban ez egyébként egy ilyen trend volt, hogy rengeteg csapat játszott úgy, hogy a bal oldalon a jobb lábas szélső hátvéd volt, és nagyon érdekes volt nézni például, olvasni az Atletiknek is erről vonatkozóan volt egy elemzés, és akkor sorolták a neveket, hogy hát kik játszanak, hogy hát igen, az angol válogatottban ott van Trippier, akkor a dán válogatottban ott van Méle, meg ott van a magyar válogatottban Fiala Attila, és így ebben a kontextusban ezzel egy nagyon furcsa volt találkozni, egyébként teljesen jogos volt, csak ez is, hogy nekünk ezt hozzá kellett azért szokni, az, hogy mi ezekkel a csapatokkal vagyunk egy lapon említve, akármilyen témával kapcsolatban, picit az olyan érzés, mint hogy most hozzá kell szokni mindenkinek, hogy amikor Szobosztai Dominikról van szó, akkor külföldön mindenki természetesnek veszi, hogy hát igen, a Liverpoolnak az egyik legjobb játékosa, nekünk az még mindig ilyen furcsa, amikor látjuk, hogy hát a Premier League legjobbjai között ott van éppen egy magyar játékos, és hát Fiolát látni itt az EB, mint egy ilyen különlegesség, az megint csak ide tartozik szerintem. Na, de ha már hoztunk EB gólokat, akkor Pete meghozott nekünk egy olyan gólt, aminek köszönhetően egyáltalán, hogy a magyar válogatott kijutatott erre az Európa-bajnokságra. Hát igen, azért szerintem ez az, ami én mindig ezt mondom, és többször ilyen top 10-ek kapcsán, ahol inkább az emocionális oldalról próbáltok megközelíteni a témákat, hogy ilyen utolsó perces góloknál, vagy utolsó pillanatokban szerzett góloknál nincsen jobb. Ugye nemrég Gary O'Neill szerepelt a Sky Sportson, és beszélt nagyon sok mindenről szakmai szemmel, ami ehhez kapcsolódik, és szerintem nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy ő nem szokott örülni a góloknak. És hogyha megnézzük felvételeken, tényleg az látszik, hogyha akár az előző szezonban a Bournemouth, vagy ebben a szezonban a Wolverhampton gólt lő, akkor ő gyakorlatilag nem örül.
Hát, és elmondta, hogy miért, hát mert igazából még sok van hátra a mérkőzésről, bármi történt, nem szeretné elkiabálni. És most a hétvégén volt egy Wolverhampton-Tottenham mérkőzés, ahol a Wolverhampton az utolsó pillanatban megnyerte a meccset, és Gary O'Neill állt a kispad mellett, és egy kis fázis késre elkezdett örülni és végülolni a pent, rájött, hogy igazából nincsen hátra semmi a mérkőzésből, és ezt szerintem mindent elmondanom, hogy egy ilyen gólnak mekkora emocionális hatása van, mekkora azért, megkönnyebbülés. Azt tegyük hozzá ehhez a gólhoz, hogy szerintem sokunknak a jelenleg élő magyar lakosságnak a legkatartikusabb élménye, hát a magyar labdarúgó válogatottal kapcsolatban. És az, hogy hátrányból felállva, ugye eleve Négo Lajosnak az egyenlítő gólja is ott jött gyakorlatilag néhány, a 87. percben nem sokkal lefújásra, és akkor gondoltuk, hogy fú, jó, legalább megmentettük a meccset hosszabbításra, és akkor még jött Szoboszlai Dominiknak a szóló, és aki egyrészt az ő személye miatt, hogy azért szerintem abban az időszakban is még sokan kételkedtek abban, akármilyen jók is voltak a képessége, akármilyen klubban is játszott, akkor már nagyon magas szinten, hogy tud-e húzó emberre lenni a válogatottnak. És igen, egy sztárjátékosnak, mint ami Dominik nálunk, nem feltétlenül csak azzal tudsz húzó ember lenni, hogy te mindig a gólokat lövöd, de azért nagyon-nagyon számítanak ezek a pillanatok. És az, hogy pont ő lőtte ezt a találatot, és pont, hogy szegény után lemaradt az Európa bajnokságról a Lipcsé igazolását követő sérülése miatt, így volt egy ilyen utólagos keserédes íze. De hogy közben az egész, tehát hogy a gól is, hogy milyen zseniális volt, tehát hogy meg annyira valószínűtlen, tehát hogy onnan miért válasz el egy lövést? Meg ami szerintem nagyon fontos, az, hogy milyen körülmények között esett ez a gól, ugye a teljesen üres Puskás Arénában, itt ugye a Covid időszakban járunk, ahol zárkapuval rendezték meg a mérkőzéseket, és szerintem akkor egyszerűen mindenkinek annyira szüksége volt egy ilyen felemelő pillanatra, még hogyha senki sem lehetett ott a stadionban, és mindenki zömében otthon nézte a mérkőzést, és otthon ugrált valószínűleg a kanapé előtt, de egyszerűen az ilyen dolgok, amikor jön egy tényleg elképesztő endorfin roham, az annyira hozzá tud rakni az ember életéhez, és a futball ezért csodálatos, hogy ezeket meg tudja nekünk adni, és a magyar válogatott elmúlt éveiben azért nagyon sok ilyen pillanatot láss, például Séfrandis gólja, de szerintem még lesz ilyenekről szó, akár ezen a listán is, de ez szerintem mindegyiket felülmúlja egyszerűen az alkalom, a körülmények, az, hogy ki követte el, hogyan kellett felállni a mérkőzésen, és hogy nálam egyébként ez a személyes top 1-em mind érzelmi szempontból, úgyhogy ezt szerintem nagyon sok dolog nem fogja tudni nálam felülmúlni a közeljövőben. Az az igazság, hogy ugye általában Magyarországon ugye Hajdú B. István közvetíti a magyar válogatott meccseit. Itt a góloknál azért szokott törülni, de nagyon kevés olyan alkalom van, amikor teljesen elcsuklik a hangja, és így elvékonyodik. Koplárovics! Így van! És mi van még? Szoboszlai! Gól! Tehát ez a kettő ilyen alkalom van, pedig én nagyon-nagyon sok mérkőzést láttam, sőt, NB1-ben is láttam a nagyon sok közvetítését, de hogy két ilyen alkalomra emlékszem. Most vagy azért van, hogy nehéz legendába válni mondjuk a Kisvárda Mezőkövesd meccsen szerzett valaki mesterhármasával mondjuk, de akkor is azt érzem, hogy ezek azok a pillanatok, amik így megmaradnak a közvetítésben, és pont ennek köszönhetően, hogy mindenki otthon volt. Mindenki ezt nézte, mindenki erre volt kíváncsi, és tényleg ez az egész covidos szituációra, ez egy ilyen fellendülés volt, egy ilyen megmenekülő pillanat, és hogy hát Valmár például dalt csinált ebből a közvetítésből, egészen parádés egyébként, és ez tényleg az, ami fantasztikus gól volt, hogy könyves elvitte keresztbe az ember, és ott volt a terület is, 25 méterről elrúgni, egyébként nagyon-nagyon nehéz lövés ment az alsó sarokba, egészen parádés volt, úristen. Na jó, akkor kicsit elengedjük magukat a gólokat, és hoztam egy olyan pillanatot, ami igazából egy mérkőzésnek a lefújása, nyilván alapvetően a végeredmény, ami igazán fontos ebből a szempontból, méghozzá az Anglia elleni VB-selejtező mérkőzésünk, hiszen ugye ez 1-1-jel zárult, és itt azért, ami miatt igazán fontos szerintem az eredmény, az az előző mérkőzés, ugye az angolok elleni hazai vereség, másrészt pedig az, hogy tétmérkőzésről beszéltünk, fontos mérkőzésről beszéltünk, idegenben lejátszott mérkőzésről beszéltünk, és egy olyan teljesítményről, meg egy olyan eredményről elsősorban, és ez talán a legfontosabb, ami tényleg azt mutatta, hogy amit ez a válogatott eddig korábban elért, az nem véletlen, az nem fluk, az nem vicc, hanem igenis komolyan kell venni ezt a csapatot. Ez valóban egy ilyen pillanat volt, és nagyon sokáig küszködött a magyar válogatott azzal, hogy a nála magasabban jegyzett csapatok ellen nem csak hogy eredményt érjen el, hanem jó játékkal jó eredményt érjen el. És akkor ebből szerintem elkezdtek beesni, itt a horvátok elleni győzelem volt talán az első ilyen komoly, vagy még korábban a görögök ellen, de az nem a rossz érához tartozik, hanem tulajdonképpen, és ez volt az a pillanat, amikor azt mondtuk, hogy
Na igen, most már senki nem mondhatja azt a magyar válogatottra, hogy ezek ellen, vagy mi nem mondhatjuk azt, hogy bárki jön velünk szembe, hogy nincs esélyünk. Nincs esélyünk. És megint itt a még 50 percet kell behoznom, hogy ott, ahogy Egervári beszél a játékosoknak a megbeszélésen, hogy mennyire másképpen tudsz utána hitelesen beszélni arról, hogy tök mindegy, ki jön veled szembe, bárkit megverhetünk. Nekem ez a meccs tényleg azért fontos, mert tényleg nagyon csúnyán kikaptunk itthon az angoloktól, ott a lelátón történt események miatt is szerintem nagyon sokan ilyen nagyon rossz szájízzel gondolnak vissza arra a meccsre. És utána kint a Wembleyben tényleg egy igazságos döntetlent ért el a magyar válogatott, de úgy, hogy és megint csak itt a szakmai munkát kell dicsérni, hogy voltak egyértelmű hibák a hazai mérkőzésen, gyakorlatilag ilyen középpályán elveszített labdákból szedtek minket szana szét, és akkoriban nagyon látványosan kezdett el dolgozni azon a magyar válogatott, hogy ilyen világos automatizmusok mentén tudjanak gyorsan támadásokat építeni, és szerintem ez azon az idegenbeli mérkőzésen már nagyon jól működött, és azokat a hibákat, azokat a labdavesztéseket, amikből az angolok tényleg szana szét kontráztak minket, azokat gyakorlatilag teljesen sikerült kivenni a játékunkból, tehát hogy mindig mérkőzésről mérkőzésre, és ez a Rossi féle válogatott, ezt tudott tanulni a saját hibájából, és erre egyébként ez egy nagyon jó példa. Menjünk tovább, Dávid, a következő pillanatoddal, mert megint csak egy olyan dologról van szó, még csak nem is kifejezetten végeredményről, nem is feltétlenül egy mérkőzésről vagy ott gyújtott teljesítményről, hanem ahogy tetszik egy formáció változtatásról. Igen, ez volt az első alkalom, amikor három belső védővel játszott ugye a Rossi féle a magyar válogatott. Ez ugye a Nemzetek Ligája B divíziójának az első mérkőzése volt, ugye a Törökország elleni idegenbeli mérkőzés. Szerintem nagyon sok mindenkinek megvan ez a találkozó, Szoboszlai Dominik egészen parádés szabadrugásgólyával. Az Ázsiából szerzett szabadrugásgólyával. De tényleg, tehát az egy fantasztikus szabadrugásgól, és emiatt nagyon sok mindenkinek szerintem emlékezetes pillanat ez, hogy ezzel nyerte meg a meccset a válogatott. De, ami szerintem még fontosabbá teszi, hogy itt ugye már egy ideje érlelődött az, hogy baj van a védekezéssel, hogyan lehetne stabilizálni a védekezés és a labdakihozatalokat, és nagyon sokan várták már azt, hogy oké, mikor fog a magyar válogatott hasonlóképpen futballozni, mint ahogy a Budapest Honvéd bajnok lett az NB1-ben. És ugye Márko Rossi többször mondta, hogy hát majd meglátjuk, még nem tudjuk pontosan, hogyan fog kinézni ez a dolog, és nagyon-nagyon sok válogatott meccs, és közel 2 év telt el, mi kinevezték Márko Rossit, hogy utána eldöntötte, vagy elhatározta magát emellett a dolog mellett, és mi volt a gond? Az alapvetően az, hogy nincsenek szárnyvédői, nem voltak szárnyvédői a magyar csapatnak, főleg a bal oldalon. És szerintem az a húzás, ami ezen a találkozón történt, hogy ugye Hollander Filipet tette baloldali szárnyvédőbe, akkor a jobboldali szárnyvédő egyébként Fiola Attila volt, egyébként érdekességképpen. Csak hogy én visszanéztem az akkori statokat, adatokat, hogy ki hogy jelzi, és akkor azt hitte mindenki, hogy ez egy 4-3-2-1 lesz majd, de tulajdonképpen ez egy ilyen, hát ez egy 5-védős rendszer volt, ahol Hollander Filip szárnyvédőt játszott, és hogy miért őt választották, mert hogy ő alapvetően egy támadó volt, egy szélső támadó, és ugye a funkciója már szerintem mutatott valamit, ez sokkal inkább erről Márko Rossi is... Hát ő lett a magyar Dirkait. Igen, de hogy egyébként Márko Rossi is beszélt, hogy ebben az időszakban ő elsősorban a Conte-féle fociból merített erényeket, és ezért választotta szerintem Hollandert erre a pozícióra, mert hogy bármilyen furcsa, érdemes visszanézni akár azt, hogy hogyan építkezett akkor a magyar csapat, hogyan építkezik most, ez ég és föld a kettő egymáshoz, de egy sokkal direktebben, sokkal inkább a szélességet támadó csapat volt, és a másik nagyon fontos dolog volt, hogy ez volt az első olyan találkozó, amikor ez a Sallai-Szoboszlai duó nagyon sokat játszott együtt, és nagyon sokat főleg akkor még a bal oldalon játszott össze, szóval, hogy ez volt az első olyan pillanat, amikor a mai nagyon sikeres magyar válogatottnak az alapjait, a tényleges alapjait, a szakmai alapjait már láttuk lefektetni. Igen, szerintem ez jó, amit mondta, hogy nagyon sokat merített Contéból Márko Rossi, és egyébként ez nem akkora titok, hogy
abban az időszakban kezdtek el nagyon sokat nézegetni olyan csapatokat, amik hasonló formációban játszanak, és későbbi magyar válogatott mérkőzéseit is megnézve, és el is beszélgettünk, hogy nagyon látványosan lejön, hogy melyek azok a csapatok, amelyeknek az alapjátékában nagyon sokat merít a válogatott, ugye Conte-nek a csapatai abszolút ilyenek, hogy a Simone Inzaghi féle Inter az abszolút ide tartozik, megint csak az Atalanta Gasperinitől, ugye a három belső védő közül az oldalsó játékosok fellépése is megint itt igazából vannak. Az az érdekes tényleg, amit ugye Dávid is mondott, hogy mennyi idő alatt jutott el a magyar válogatott, odáig pedig volt ugye egy olasz szövetségi kapitánya, és addigra azért egyébként is nyugodtan mondhatjuk, hogy trend volt már a nemzetközi labdarúgásban ismét a három védős rendszer. Erről akarok beszélni, csak nekem ide kapcsolódik a második pontom. Na akkor mehetünk is ebbe az irányba, folytassuk ezzel. Hát ugye én azt írtam föl, hogy Marco Rossi nyilatkozata a 2019-es Velszelni vereség után az én másik kiválasztottam. Ez ugye a Velszelni vereség az közvetlenül megelőzte a Törökország elleni Nemzetek Ligája találkozót, és ez a nyilatkozat szerintem nagyon, nagyon érdekes, és szerintem ott a Velszelni mérkőzésen nagyon sok dolog átértékelődött Marco Rossi fejében, és ezt szavakkal is kifejezte, hogy ott volt. Nagyon sokan azt kapták föl, hogy ha kell, és nem tudom megoldani ezt a problémát, akkor már most lemondok. És ez egy ilyen hisztének volt elkönyvelő, és nyilván ez egy ilyen túlzó dolog volt, szerintem nem szeretett volna ő lemondani, viszont azt elhiszem, hogy megfordult a fejében, hogyha azokat a problémákat, amikor jelentkeztek, akár Velszen is, nem tudja megoldani, akkor ő nem alkalmas a magyar válogatott szövetségi kapitányi pozíciójára. Szerencsére ezt a problémát megoldotta, többek között azzal, hogy játékrendszert is váltott, de a játékrendszeren felül szerintem sokkal fontosabb az, hogy felfogásban is váltott a magyar válogatott. Abból a nyilatkozatban van egy nagyon erős mondat, ami úgy hangzik, hogy fel kell fognunk, hogy képességbeli hiányosságaink vannak. És Marco Rossi onnantól kezdve úgy kezdett el dolgozni ezzel a válogatottal, hogy ezt maximálisan figyelembe vettem. Ha visszaemlékszünk arra, amikor ő megérkezett a magyar válogatotthoz, és ott az első Nemzetek Ligája sorozatot lejátszottuk, akkor a magyar válogatott valóban egyrészt négy védővel játszott, és helyenként kifejezetten magasra tolt letámadással, agresszív játékkal, úgy vettük meg például a horvátokat is, ahogy Dávid már említett, és értünk el szép eredményeket, akár tényleg például Görögország ellen is. Vagy jött az a Velszelni, akkor még úgy tűnt, hogy kulcsfontosságú vereség, és emiatt mondjuk le fogunk maradni az Európa bajnokságról, aztán szerencsére később a pótselejtező miatt nem így lett, de ott Marco Rossinál látszott az, hogy inkább el kell menni abba az irányba, hogy legyünk elképesztően nehezen feltörhetőek, ehhez kelt az ötvédős rendszer is, legyen elképesztően nehéz játszani ellenünk, mi pedig valóban előre meghatározott, a játékosok számára könnyen befogadható, akár rövid idő alatt betanítható sémák alapján kezdünk el támadásokat építeni, mert tudsz te nagyon szépen meg flikflakosan játszani, hogyha tele vagy világklasszis játékosokkal, és a Ancelotti is valószínűleg szenvedett volna a magyar válogatottal, hogyha úgy próbál megjátszani, hogy a Real Madridnál teszi ezt nagyon sokszor. Rossi ezt felismerte, ezekkel a játékosokkal sokkal jobban le kell szabályozni azt, amit csinálunk egyrészt labda nélkül, másrészt amit csinálunk labdával, és ez a Velszelni meccs, ez a nyilatkozat szerintem egy egyértelmű jele annak, hogy így jutott el Marco Rossi arra a pontra, hogy egyértelmű, hogy változtatni kell, és szerintem innen indult ki mindaz, ami utána a magyar válogatottnak a nagyon komoly felfutásához vezetett. Itt mi a Magyarországon vagyunk, szerintem muszáról is beszélni, hogy mennyire örülnek az emberek, hogyha nyílt és őszinte kommunikáció van egy hivatalos helyről. És ez a, de várj, de ez de, meglepődnek. De ez azért is fontos, mert hogy a nyílt és őszinte kommunikáció, ez volt, ez három helyre ment egyszerre. Egyszerre ment a szurkolóknak, hogyha kell, akkor most lemondok. Egyszerre ment az öltözőbe, hogy hát itt a hozzáállással azért bőven voltak problémák, és jó néhány játékostól el is köszönt igazából itt a mérkőzés követően, azóta sem lettek válogatottak, és ment az MLS elnökség irányába is, hogy uraim, itt ez a helyzet, ezt fel kell vállalni, és hogy oké, hogy nyomjátok nekem, hogy kiket kéne behívni a válogatottba, nézzétek meg, velük nem lehet
majd ha én dönthetem el 100%-osan, hogy ki az én csapatom, ki az én segítőm, és ki az, aki körülöttem dolgozik, akkor tudok egy sikeres csapatot építeni. Utólag látjuk, hogy Marco Rossinak lett igaza, de ez abban a pillanatban szerintem ez egy óriási bátorság volt Marco Rossi részéről. És szerintem egy visszaköszönő momentum szerintem a magyar válogatott, hát most már nevezhetjük ezt még közelmúltnak, amikor Dárdai Pál leült a kis padra, és így az első sajtótájékoztatóan ő is kimondta, hogy hát nehogy azt higgyük, hogy mi egy világverő csapat vagyunk, és tudjuk, hogy hol vannak a határaink. Igen, nekünk azt kell játszani, hogy mi beállunk védekezni, és lehet, hogy lesz összesen két helyzetünk azon a mérkőzésen, és azokat kell majd kihasználni, de arra törekszünk, hogy az ellenfélnek se legyen ennél több is. Dárdai Pál ezzel a fajta őszinte hozzáállással, ismerve a keretnek a korlátait, nagyon szép sikereket tudott elérni, amiből utána Bernstor tovább tudott építkezni, akár az Európa-bajnokságban is. És Marco Rossinál is szerintem pontosan ezt lehet érezni most, hogy akkor azt látta, hogy változtatni kell a felfogáson, egy biztos alapot kell letenni, amiből ki lehet indulni, és hogyha lesznek olyan játékosok, akik akár szintet tudnak lépni, mondjuk egy Schäfer Andris már a Bundesligában játszik, vagy egy Szoboszlai Dominik már a Leipzigben játszik, vagy utána Liverpoolban játszik, Sallai Roland rendszeresen játszik a Bundesligának egy jó csapatában, akkor lehet előrelépni egy másfajta játék irányába, és szerintem ezt most látjuk, hogy most már rá is van kényszerítve a magyar válogatott, meg rá is volt kényszerítve itt az EB-selejtezők alatt, hogy picit legyünk proaktívak, mi domináljunk mérkőzéseket, a játékosok közötti, a jó játékosok közötti kapcsolatot erősítsük, és ne csak feltétlenül ezek az előre meghatározott sémák és a nagyon szűkre szabott pozíciós játék legyen az, ami meghatároz minket, mert úgy viszont felállt védelmeket nagyon-nagyon nehéz lebontani. És pontosan ez, amit Pitt is említett, ugye kiérdemelte a magyar válogatott azt, hogy komolyabban vették most már, hogy komolyabban veszik most már az ellenfelek, és ebben az is nagyon fontos szerepet játszott, hogy kulcspozícióban azért érkeztek olyan játékosok, akikkel korábban nem számolhatunk, amilyen típusú, amilyen minőségű játékosokkal korábban nem számoltunk. Dávid ugye említette Hollander érkezését a baloldali szárnyvédő pozícióba, ezt ugye végül Kerkez Milos vett át hosszú távon. Hiányposzt volt, amit az eszünket tudjuk tulajdonképpen a magyar válogatott esetében, egyáltalán a baloldali védő, mint olyan, és hasonlóan hiányposzt volt ugye a center pozíció a magyar válogatottban, főleg Szalai Ádám visszavonulását követően aggódtunk nagyon, hogy mi lesz hosszú távon ezzel a poszttal, amit végül is Varga Barnabás érkezése oldott meg, és nálam ez a harmadik kulcsfontosságú momentum, amelyet végül is hoztam, az ő beállítása ugye a Bulgária elleni mérkőzésen ott az 59. percben, mert hogy innen kezdve, vagy ezután szépen lassan derült ki, hogy hűha, lehet, hogy megvan Szalai Ádámnak valóban a pótlása, az örököse, az utóda a magyar válogatottban, és egy olyan játékossal ráadásul, aki bizonyos szempontból akár még upgrade-nek is nevezhető, bizonyos szempontból nyilván kevesebb, mint Ádám volt, viszont amit sokan mindig Szalainak a szemére vetettek, a gólérzékenységével kapcsolatban, vagy hogy milyen hatékonysággal használja ki mondjuk a helyzetét, vagy milyen gyakran kerül egyáltalán helyzetbe, de ebből a szempontból viszont Varga Barnabás meg helyezhető elé, legalábbis az eddigi mérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján. Szerintem Varga Barnabás karrierje egy nagyon jó tükör a magyar labdarúgásra. Tehát, hogy nagyon fiatalon elment ugye Ausztriában, nem nagyon kapott lehetőséget, nem voltak játékpercei, ott tulajdonképpen az is kérdéses volt, hogy futballista lesz-e egyáltalán valaha. És visszatért az NB1-be, és ugye baromi jól kezdett el játszani, aztán a Paksban még jobban kezdett el játszani, elkezdte szórni a gólokat, aztán ugye bekerült a válogatottba, és a Ferencvárosban is, most már ő az első számú gólszerző. 29 éves. Mi van, hogyha ezt a srácot 19 évesen emeli be a labdarúgást? Valószínűleg az, hogy akkor ő nem megy ki Ausztriába, játszik le ott több szezont, és ezt a tapasztalatot nem szedi magára, mert szerintem ezt megint csak mondjuk ki, hogy valószínűleg, hogyha Varga Barnabás a felnőtt karriere nagy részét az NB1-ben töltötte volna, akkor valószínűleg most nem lenné a magyar válogatott első számú centere. Ez nyilván egy feltételezés, de itt a múltból kiindulva szerintem ez egy jogos feltételezés, hogy neki azok az évek, amiket Ausztriában töltött, és gyakorlatilag csak néhány éve lépett pályára először felnőttként a magyar NB1-ben, miután hazatért, az neki, hogy most itt tud tartani, az nagyon-nagyon sokat hozzátett a pályafutásához. És egy nagyon sok szempontból érdekes kérdés, hogy mi lenne most Varga Barnabással, mert egyáltalán annak is örülünk el, hogy 29 évesen eljutott odáig, hogy a magyar válogatottban meghatározó tud lenni, de valóban lehet, hogyha ő a magyar futballrendszerében marad itt, nem tudja, hogy eljut az NB1-ig, vagy ha eljut, akkor ott milyen játék lehetőség. Nem biztos, hogy eljutott volna az NB1-ig egyáltalán. És tényleg szerintem tragikus, hogy ugye állandóan erről beszélünk, hogy miért nincsenek jó játékosaink, és hogy mindig a nevelés, meg a képzést vesszük elő, de igazából persze az is gond, de a rendszer nem működik. Tehát sokkal nagyobb a baj. Nem, nincsen rendszer.
Szerintem van rendszer, csak ez nem a szakmai döntéseken múló rendszer, nagyon sok esetben edző kinevezésekről is nyugodtan lehet beszélni, játékos megszerzésekről is nyugodtan lehet beszélni, de tulajdonképpen a Varga-Barnabás jelenség az, amit így nem nagyon tud feldolgozni igazából az utánpótlás edző sem, a vezető edző sem, hogyha magyar, meg a szurkoló sem feltétlen érti, hogy hol volt az a csávó eddig. Nem is, de hogy mondjam, tehát pont, hogy azért jó példa, még ilyen szinten is, hogyha ilyen sokáig még esetleg, de azt mondjuk, és az teljesen egyértelmű, hogyha valaki Magyarországról születve futballista akar lenni, és komoly szintre el akar jutni, akkor azt nem Magyarországon kell megtennie. Tehát akkor a lehető leggyorsabban kell egyértelműen külföldre mennie, mert sehol nem fogja megkapni se azt a képzésre, aztán azokat az elvárásokat, amiket támasztanak. És ez a legfontosabb, hogy egyszerűen egy másfajta közegben nevelkedsz, szóval egyszerűen azt várják el tőled, és olyan betétársaid vannak, akik ölni tudnak a te helyedért. Ez nem biztos, hogy Magyarországon feltétlenül így van, még most, az NB1-ben. De az a nagyon fontos, hogy még akkor sincsen feltétlenül baj, hogy az ember nem jut el tényleg 20 pár éves korára a Premier League-ig, hanem hogy így is el lehet jutni nagyon komoly szintre, és Magyarországról nézve azt is meg kell becsülni, hogyha valaki nem tudom, tényleg a török másodosztályban futballozik, nem ez a jó példa, de mondjuk tényleg Ausztria, bárhová tőlünk északabbra, nyugatabbra megy az ember, akkor azt igenis tudni kell megbecsülni, mert látjuk, hogy ebben a helyzetben például mit jelent jelen pillanatban Varga Barnabás a magyar válogatottnak. Na, de akkor beszéljünk olyan játékosról is, aki nem került be Marco Rossinak a keretébe, most már jó ideje, önszántából. Zsuzsák Balázsról beszéljünk, ugye, hát ez én harmadik tételmondatom, az úgy hangzik, hogy Zsuzsák Balázs nem kap meghívót a válogatottba, és ugye ezáltal új kapitánya lesz a magyar válogatottnak. Zsuzsák Balázs nagyon sokáig meghatározó személyiség volt a magyar válogatottban, és azon túl, hogy a klub karrierje az szerintem nyugodtan pocsondéjázható. Bocsánat, akkor itt megint, mert ez egy nagyon szerencsétlen megfogalmazás, pontosan azért, mert megint csak, hogy Magyarországról, azt gondolom, hogy azt is meg kell becsülni, hogyha valaki Törökországban futballozik, akkor is, hogyha az Alitiát Kalbában játszik, vagy akárhol játszik, bárhol, ami nem Magyarország, és bárhol, ahol picit is magasabb szinten van mondjuk a foci, és értem, tehát Zsuzsákkal kapcsolatban mindenkinek az a baj, hogy mindenki azt hitte, hogy belül lehet majd mondjuk Szoboszlai, vagy olyan játékos, aki tényleg majd nem tudom megint Real Madridban, Bayern Münchenben hasonló dolog. Ez egy nagyon jó párhuzam, mert hogy azt hozzá szerintem picit azért túl is vannak az ő képessége értékelve abból a szempontból, hogy világos. Egyáltalán nem biztos, hogy neki kellett volna ilyen szintre eljutnia. A hype-ról, ami körülötte volt, arról szerintem a magyarországi média tehet, és mégpedig azért, mert a magyarországi média azt sem tudta felmérni, hogy mi az a képesség szint, ami elvárható ahhoz, hogy te egy top csapatba bekerüljél. És ezt próbálták Zsuzsák Balázsba bele tuszkolni. Azért, mert hogyha van mondjuk egy vagy két jó szezonod a holland bajnokságban, akkor az nem azt jelenti, hogy te a Real Madrid játékosa leszel. Ez nem Zsuzsák Balázs hibája. De a karrier döntései alapvetően a klub szempontjából, szerintem azok az ő döntései voltak, rossz emberekre hallgatott, és ő hibázott egyébként nagyon. Nem lett volna belőle soha Real Madrid szintű játékos, de lehetett volna egy topligás futballista. Viszont, ami nekünk fontosabb, hogy a válogatottban soha nem lehetett rajta azt érezni, hogy ő nem tett meg mindent ezért a magyar csapatért, és a magyar válogatottban mindig is kiállt, és neki is voltak úgy tulajdonképpen vezérként fontos góljai, mint a finnek elleni gólya, talán az mindenkinek megvan, az is egy utolsó pillanatos. Portugálok elleni dugta az Európa bajnokságon, voltak neki nagyon emlékezetes pillanatai, de azt is lehetett érezni, hogy Zsuzsák Balázs egy kicsit a válogatottra nő. És ugye az öltözőben is ő volt az első számú vezérbika, hát és sokszor ugye a fizetésével éri ezt el egyébként egy futballista, hogy nem az, mert magyar öltözőben nem az volt a kérdés, hogy ki hol játszik, mert hogy olyan nagyon magas szintet nem nagyon tudott elérni feltétlenül. Ki mennyit keres? És hogyha nyilvánvalóan ő volt a legjobban kereső futballista akkor még, és tehát ennek köszönhetően ő volt a vezérbika. És szerintem itt Marco Rossi, hogy mert hallgatni a saját maga által felállított tényekre. Ergo, ha nincs klubcsapatod, nem lehetsz válogatott. Ugye most már az a mondás, hogyha nem játszol eleget, nem leszel válogatott. De most akkor meg az, hogy nincs klubcsapatod. Ő akkor ugye két csapat között volt itt a nyáron, és tulajdonképpen még a válogatott, mert csak után talált csak igazából új csapatot, ugye szeptember 19-én. Az NB2-ben volt ez a csapat. Így van. Tehát, hogy nem, akkor még az Ittihad Kalbla, akkor még oda igazolt a híres emirátusi liga, ami nagyjából az NB2-vel egyezik meg egyébként, amit Pét is mondott. Szóval, hogy, és, de a másik fontos dolog, ami ezzel együtt járt, hogy bement az öltözőbe Marco Rossi, és azt megbeszélte a játékosokkal, hogy oké, nincs itt Zsuzsák Balázs, ki legyen
a csapatnak a kapitánya, és egyöntetően Szalai Ádám lett a csapatnak a kapitánya, aki szerintem az évek alatt belenőtt ebbe a ruhába, ebbe a kabátba abszolút belenőtt, és szerintem, hogyha összehasonlítjuk mondjuk azokat a kikerült öltözői felvételeket, amikor Zsuzsák Balázs mond beszédet a mérkőzés előtt, és amikor Szalai Ádám mond beszédet a mérkőzés előtt, ég és föld a különbség. Szerintem ez nagyon nehéz néhány momentum, meg néhány kikerült felvétel alapján megmondani, hogy hogyan működött az öltözői dinamika akkor, amikor Zsuzsák Balázs volt a csapatkapitány, meg amikor a Szalai Ádám volt a csapatkapitány. Erről hitelesen csak azt tudna beszélni, aki valóban ott volt az öltözőben, mind abban a korszakban, mind a másik korszakban. Tehát ilyen szempontból ezt nem tudom értékelni, mert nem tudom, hogy ez hogy nézett ki valóban belülről. Az tény, hogy Szalai Ádám kívülről is láthatóan egy nagyon komoly vezéregyéniség volt, valamilyen szinten akár azt is lehet mondani, hogy a szövetségi kapitány meghosszabbított keze a pályán, akár taktikai szempontból is, ahogy a védekezést elindította. Zsuzsák Balázsra ez azért nem feltétlen volt elmondható. A baj, megint nem szeretnék végképp belemenni, hogy akkor Zsuzsák Balázsnak a különböző karrier döntéseit itt végig citáljuk, mert szerintem azt megtettük már egy párszor, meg szerintem hagyjuk most már békén szegény, most már itt focizik Debrecenben jó ideje, mindenki túl van ezen, talán valaki már ki is tudta heverni ezt a traumát, hogy Zsuzsák Balázsból nem lett végül topligás játékos. Nekem ennek az egésznek egyedül az üzenete az, ami szerintem nagyon fontos, hogy Márkó Rossi itt is rendkívül határozott volt, igen, hogyha nincs klubod, vagy utána, hogyha van klubod, de hazajössz mondjuk is az NB2-ben játszol, és azért nem Zsuzsák Balázs volt mondjuk az egyetlen játékos, aki mondjuk nem is a magyar NB-ben, de a magyar NB2-ben igazolt úgy, hogy mondjuk a magyar válogatott keretének egyébként aktív tagja volt. Hogyne. Na most azok a játékosok. Pecesin, Pátkai és társai, akik a vasas nagy pénzén, a nagyon nagy fizetésének bedőltek, azért közülük nagyon sokan elfelejthetik azt a piros címet. És teljesen jogos azért a magyar másodosztályból ne legyen már magyar válogatott valaki. Azért ennyit szerintem legyen már a keretből, hogy legalább az NB1-ből össze tudjunk szedni annyi embert, hogy valaki oda bekerüljön. Aki még ez alá megy, az onnantól kezdve a válogatottból kiesik, és Zsuzsák Balázs is így járt, és hát ne felejtsük, hogy Zsuzsák Balázs egyébként már meg is elegedett. Tehát onnantól kezdve szerintem, hogy visszatérjen a válogatottba, az nem is volt egy reális kérdés, főleg, hogy, és az Dávid említett, hogy olyan bajnokságban játszott, és nem is Magyarországban, ami azért hát színvonalában közel sincs azon a szinten, ami nem, hogy az európai topligák, a szintje, de hogy egy válogatott selejtező sorozatnak a szintje sem, és innentől kezdve szerintem meg kell húzni egy határvonalat a szövetségi kapitánynak, hogy mi az, amit elvárok egy válogatott játékostól, és mi az a szint, amit meg kell ütni. Az, hogy Zsuzsák Balázs egyébként milyen vezér volt, ezt nem tudom. De azt viszont tényleg hozzátehetjük, hogy szerencsére jutott el olyan szintre a magyar válogatott, ha már itt szóba került Valgra, Barnabás, akár Kerkez, és lehetne még neveket sorolni, hogy milyen játékosok épültek be ebbe a csapatba az utóbbi években, akik valóban már magasabb szintet képviselnek a korábbi években megszokottnál, és nem kell valóban tényleg akár az NB2-ig nyúlnunk ahhoz, hogy kiteljen a válogatott keret. Na, de akkor beszéljünk viszont még egy olyan játékosról, akinek ugye fontos szerepe volt, sőt, akinek a neve már itt szóba került, ugye korábbiakban. Szóval akinek nagyon fontos szerepe volt a magyar válogatott újkori történetében, meg ezekben a sikerekben, amit Márkó Rosszival is elért a csapat, természetesen ugye Szalai Ádámról van szó, akinek meg a gólja Németország ellen, hát az méltó volt az ő egész pályafutásához, vagy annak méltó lezárása, hogyha úgy tetszik a magyar válogatottban, még hogyha nem is egy tőle feltétlenül megszokott mozdulat, bár azért azt tegyük hozzá, hogy azért régebben, pályafutása korábbi szakaszaiban azért láttunk tőle nagyon meg egyébként nem sokkal később, emlékszem a Bázelben gyakorlatilag egy hasonló gólt szerzett, ugyanígy egy szöglet után sarokkal húzta be a labdát, csak éppen a másik oldalról, ez egy elképesztő találat volt. Ugye ekkor már tudtuk, hogy Szalai Ádám visszavonul a válogatottól, majd pedig később kiderült, hogy az egész profi pályafutását befejezi. Szerintem ez egy nagyon fontos pillanat itt a válogatott szempontjából, és gondolkoztam, hogy ezt a gólt tegyen be, ami önmagában egy nagyon látványos és emlékezetes találat, vagy az utolsó mérkőzését, ami még tényleg látszott az Ádámon is, hogy mennyire a lelkén viseli ezt az egészet, és neki nem csak a lózongok voltak azok, hogy a válogatott számára mennyire fontos, és neki tényleg ez egy szerintem egy elképesztő teher is volt, hogy ennek a válogatottnak ő egy vezére, de egy olyan teher, amit szerintem ő nagyon szívesen vállalt, és nagyon kereste a kapcsolatot egyrészt a szurkolókkal, amit láthattunk utána, hogy gyakorlatilag közéjük állt, és velük énekelt a pályafutása, válogatott pályafutása lezártával, amiatt mégsem az utolsó meccsét választottam, az ennek a németek elleni gólnak a szimbólum, hogy abban az országban,
annak az országnak a bajnokságában játszott több mint egy évtizeden keresztül, és hogy ott szerezte ezt a gólt, és szerintem nagyon, hát igazából tudunk mondani olyan magyar játékost, aki ilyen hosszú ideig ennyire magas szinten tudott volna futballozni, és ott is lényegében ilyen szimbolikusan le tudta volna zárni a válogatott karrierjét. Hát szerintem nem nagyon. És az, hogy ezt pont a németek ellen tudta szerezni, pont ezt a látványos találatot, az szerintem egy gyönyörű lezárása volt az ő válogatott karrierjének, és ezt én kimerem jelenteni, hogy Szalai Ádámnál fontosabb játékosa mondjuk az elmúlt évtizedben nem volt a magyar válogatottnak. Uh-huh. Voltak nagyon jó játékosok a magyar válogatottban, ebben az évtizedben beleesik akár Gera Zoltán és Juhász Roland, Király Gábor, akár Dzsudzsák Balázs is egy meghatározó figura volt, most már Szoboszlai Dominik, de aki állandó volt, és aki mindig azt a teljesítményt, amit az edzői elvártak tőle mérkőzésről mérkőzésre meg tudta valósítani, mint taktikailag, mint rábízott feladatokat tekintve, és egyébként a közhiedelem ellentétben Szalai Ádámnak a gólátlaga is egészen jó a magyar válogatottban, azt szerintem egészen kiemelkedő, mindezt a világ egyik legjobb bajnokságából megtéve, úgyhogy szerintem az, hogy ő itt befejezte, és egy ilyen gól, azt szerintem ennek a rossz éjjelnek az egyik legfontosabb momentuma, már csak azért is, hogy utána meg kellett oldani, hogy akkor most mi lesz Szalai Ádám nélkül. Miért nincs ott a legtöbbet szereplő játékosok között, vagy az első három helyen itt ugye a szereplőket tekintve a válogatott török ranglistáján? Hát, bocsánat, mert ő volt az. Legalább ugyanannyira meg nem értett játékosa volt ő, nem csak a szurkolóknak, hanem azért egy darabig a kapitányoknak is. Igen, de nem is csak hát erről beszélek én, hanem hogy ő volt az, aki kimondta azt még Marco Rossi előtt, amit ki kellett mondani. Bele kell verni a fejünkbe, készségbeli problémák vannak, hozzáállásbeli problémák vannak az öltözőben, aminek az eredménye az volt, hogy minden szurkoló egyetértett vele, és hosszú ideig senki nem akarta ezt a problémás játékos megfogni. Szerintem pontosan a Szalai Ádámnak sokáig azt a terhet kellett cipelnie, hogy ő volt az, aki kimondta, és nekem az az érdekes, hogy nem csak a szakma sértődött meg rá, és szerintem azt meg az Ádám külön kiemelt, hogy itt azon az emlékezetes sajtótájékoztatón volt egy ilyen elképesztő rossz újságírói megjegyzés, hogy hát de csak a tököket vakargatjátok a pályán, és teljesen nonsens, mert pontosan arról volt, és ez Dárdai Pál is elmondta, hogy a magyar válogatotta, nem az a baj, nem akarnak eléggé, hanem hogy túlságosan is akarnak, és teljesen belegölcsölik magukat a mérkőzésekbe. Szalai Ádám szerintem kifejezetten a magyarországi és a válogatott körüli szakmai munkát kritizálta. És érdekes módon, ahogy kompetens szakemberek megjelentek a válogatott környékén, és említettem itt most Dárdai Pál, de Marco Rossira ez meg különösen igaz, érdekes módon a magyar válogatott a gyengeségeit felismerve, az erősségére rágyúrva elkezdett csapatként működni és jó eredményeket elérni. Annak ellenére, hogy azért a magyar utánpótlás azért továbbra sem működik világszínvonalon. Bizony, és akkor itt érkezünk el a közös momentumunkhoz, amit szeretnénk volna kiemelni ebből a Marco Rossi korszakból, amely meg egyértelműen nyugodtan mondhatjuk, bár voltak szép eredményei a magyar válogatottnak, hangos sikerei, de mégis a legkiemelkedőbb akkor is, hogyha egy Nemzetek Ligája mérkőzésről beszélünk, ez pedig ugye az Angliában Wolverhamptonban elért 4-0-ás győzelem az angol válogatottal szemben, ami egy egészen frenetikus, tehát még mindig kimondani olyan hihetetlen, és ugye a magyar válogatott 4 góllal legyőzte Angliát, és bármit lehet mondani persze azzal kapcsolatban, hogy ez milyen meccs, ha csak barátságos mérkőzés lett volna, akkor is óriási dolog lett volna, annál egy picit több volt. És bőven több volt, azért az angolok nem szerepeltek túl jól a Nemzetek Ligájában, és ők, hát azért nem Angliának kiesni a B divízióba a Nemzetek Ligájából, hát azért az finoman szólva arconcsapás. És itt ugye beszéltünk arról, hogy persze alakul a játék, vannak játékosok, van koncepció, van felkészülés, ugye az ellenfél csapatnak a kivideózása, ez mind nagyon-nagyon fontos, és ez szerintem ezen a találkozón csúcsosodott ki. Ez egy nagyon jó meccs volt, és szerintem Ádi mi biztos, de szerintem Pitte is nyugodtan, az a generáció vagyunk, akik úgy nőttek fel. Mert az a kángem a ti generációtokban. Úgy nőttünk fel olyan kis tökiként, hogy ha csak egyszer tudnánk nagyon nyerni, akár otthon, akár idegenben, egy olyan csapat ellen, akik mondjuk EB döntőt játszanak, vagy valami nagyon komoly mérkőzésen vannak ott, és ez megtörtént az életemben. Tehát és ezért csak köszönetet tudok mondani tényleg Marco Rossinak és a stábjának, és csak hogy ez is mennyire szimbolikus, hogy jön Nagy Zsolt, akinek lekészítenek egy labdát, és
úgy telibeli az alsó sarkot egy lövésből, és Nagy Zsoltot sem szeretném bántani, de hát azért a képességei azért nem éppen a legmagasabb szinten vannak, de hogy Marco Rossi belőle is képes volt kihozni egy ennyire jó játékot ezen a találkozón. Nem, ez egy kicsúcsosodás volt szerintem pont annak az útnak, amit elkezdődött a Velszi mérkőzés után, hogy mi underdogként hogyan tudjuk magunkból a legtöbbet kihozni. Igen. És pont ez a nemzetek ligája A divízió, ráadásul mi ezt a játékot nyugodtan tudtuk játszani, mert kiemelkedő válogatottakkal mérkőztünk meg, és az, hogy azon a mérkőzésen nem csak az a pláne, hogy lőttünk 4 gólt, nem kaptunk egyet se, és igazából az angoloknak úgy nagyon komoly lehetőségük bizony sem volt, és hogy ellenünk elképesztő nehéz volt játszani abban az időszakban bárkinek, és ezt még most is el tudjuk mondani, csak nyilván nem ilyen típusú mérkőzéseket játszik a magyar válogatott mostanában, de hogy ott gyakorlatilag szerintem egy időben mindenki megtanult azt, hogy a magyar válogatottra nagyon komolyan rá kell készülni, mert ők ugyanazt a melót meg fogják tenni veled szemben, és hogyha ez a te részedről nem történik, akkor ezek meg fognak téged verni. És ha valaki megteszi ezt, mondjuk az pont Gareth Southgate-nek a stábja, hogy ők aztán felkészülnek az ellenfélből, és nem volt ellenszerük a magyar játékra. Most tényleg az az érdekes, hogy Dávid is pedzegetett, mert ha most nagyon el kellene kezdenem turkálni itt az emlékeim között, hogy mik voltak mondjuk a számomra ebből a szempontból, hogy hasonló módon emlékezetes, vagy legkomolyabb eredmények, amit a magyar válogatott elért, mert mondjuk nem tudom, én nagyon szívesen emlékszem mondjuk a 98-as VB-et, amikor barátságos meccsen megvertük az osztrákokat, az igen, ugye a jugoszlávok elleni égés után volt, az már a Bicskei féle válogatott volt, vagy nekik a 2000-es EB után, amikor 2-2-t játszottak az olaszokkal, vagy volt Várhidi Péter vezetésével ugye a 3-1-es győzelem itt barátságos meccsen az olaszok ellen, de hogy nem tudod a közelébe sem emelni ennek, mert hogy ez egy top válogatottal szemben, idegenben, gólt sem kaptunk, egy olyan arányú győzelem. Az angolokkal ami... szemben azért van valami fél minimális múltunk, van, nem? Van. De mikor? Az Angliában alatt győzelmek. Mikor? Van mikor? Hát ebben ez a szép értet. És van egy ilyen érzelmi értéke szerintem, hogy még pont az angolok ellen jött ez is össze, és hát ugye most kimegy ez a műsor szombaton, reméljük, hogy most már kint vagyunk az Európa-bajnokságon, hogyha esetleg még nem, akkor reméljük, hogy holnap kijutunk az Európa-bajnokságon, és hát itt ez a 10-es lista, azért szerintem jó lenne, hogyha bővülne mondjuk Németországban is hasonló dolgokkal. Bízunk benne, hogy ez meg fog történni. Titeket is biztatunk arra, hogy írjátok meg, hogy mit gondoltok ezekről a pillanatokról, természetesen Marco Rossi irányítása alatt a magyar válogatottal, vagy hogy van-e olyan pillanat még, ami mindenképpen ide kívánkozik szerintetek, akár még inkább, mint azok, amelyeket mi felsoroltunk. Írjátok meg, hogy mire emlékeztek vissza a legszívesebben eddig a magyar válogatott Marco Rossi irányította, írta történelmével kapcsolatban. Mára viszont szépen lassan megköszönjük a figyelmeteket, azzal, hogy természetesen ne felejtjetek el feliratkozni a csatornára, hogyha még nem tettétek meg, és persze, ahogy azt már Pitti is említette, vár még egy mérkőzés a magyar válogatottra ebben az EB-s elejtező sorozatban, ezután is a Montenegro elleni találkozott követően is lesz majd Sipsa után, élőben a meccs lefújását követően, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, hajrá magyarok, sziasztok! Sziasztok!